Hogyan látja a Kárpát-medencei magyar média helyzetét? Az elmúlt években nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy egységes Kárpát-medencéről és egységes magyar nemzetről tudjunk beszélni. Ez az élet szinte minden területén igaz. Közel másfél évtizede annak a nemzetpolitikai fordulatnak, radikális fordulatnak, amit 2010. május 26-án indítottunk el a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadásával, és azóta a nemzetpolitika számos területén bizonyított, és látható az, hogy tényleg nemzetben gondolkozunk, és ami célokat megfogalmazunk, és eredményeket elérünk, az közösen a Kárpát-medencei magyar nemzetrészekkel, illetve a diaszpórával közösen tesszük. Sokat tettünk annak érdekében, hogy közösségi szinten erősítsük meg a magyarokat, mindenütt, ahol élnek, főleg nyilván a Kárpát-medencében, erősítsük az intézményrendszerünket, gondoljunk akár oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sportintézményekre, de így van ez például a politikai intézményrendszerrel is. Másrészt pedig egyre inkább látható az az erőfeszítés, amit annak érdekében teszünk az elmúlt években, hogy hálózatokat hozzunk létre. Egy ilyen hálózat egyébként a médiarendszer, a médiahálózat, ami gyakorlatilag a Felvidéktől Székelyföldig, Székelyföldtől egészen Lendváig, Délvidékig minden térséget próbálunk bekötni ebbe a hálózatba, annak érdekében, hogy ami velünk magyarokkal történik, vagy abban a térben, ahol mi magyarok élünk itt a Kárpát-medencében, a következő pillanatban az látható legyen, hallható legyen, olvasható jelen legyen, mindenhol tudjunk megjelenni. Szerintem ez egy fontos dolog, és ezért erősítettük meg közösen azt a médiarendszert, aminek egyébként a Pannon is a része. Hogyha az eredményekről és a célokról beszélgetünk, akkor mi azok, melyek azok az említésre méltó eredmények, amiket ki lehet emelni a délvidéki médiát illetően, és nem csak a Pannon RTV esetét? Hát ez egy jó kérdés, mert azért látjuk azt, hogy délvidéken, Vajdaságban, még akkor is, hogyha az ottaniak tudják, hogy nem mindegy tömbben élnek, tehát azért van szórvány is, de azért mondjuk a Kárpát-medence távolabbi régióiból ránézve arra a térségre, mégis azt mondhatjuk, hogy közel egy tömbben él ott a magyarság, legalábbis földrajzilag nem messze egymástól, és ez az egység azt is tudja jelenteni, azt is erősíti, hogy azok az eredmények, amiket ők elhatároznak, illetve célok, amiket elhatároznak, eredmények, amiket megvalósítanak, az sokkal látványosabb. Én azt gondolom, hogy a többi nemzetrésznek is példa kell legyen a délvidéki magyarság. Hát láttuk azt, hogy 91, 95, sőt 99 után is milyen nehéz helyzetbe kerültek az ott élők, minden szempontból. Politikai, társadalmi feszültségek, gazdasági összeomlás volt azon a területen is, és ebből kellett felemelkedni, ebből kellett újraépítkezni. Nagyon sokan elmenekültek, visszajöttek, újraindították az életet, és szervezetileg is nagyon erősekké váltak a magyarok. Ezt annak köszönhetik, hogy összefogtak. És az összefogás a politikai matematika az mindig más, mint a rendes matematika. A rendes matematikában 2 plusz 2 az 4. Politikában ez lehet 5, 6, akár 7 is, mert az erőinket megsokszorozza, és mindig ezt látjuk a vajdasági magyaroknál, gondoljunk a VMS-re, gondoljunk akár a Nemzeti Tanácsra. És ez egy nagyon örömteli dolog, hogy így gondolkoznak az ott élők. Másrészt pedig, hogyha a médiára gondolunk, ugye Szabadkán létrejött a médiaközpont, a Pannonnak a központja. Hát én emlékszem azokra az időkre, amikor még ez nem volt meg. Sőt, arra is emlékszem, amikor Bodzsony Istvánnal, illetve sajtó munkatársaival, egy grémiummal nézegettük a terveket, ahol felvázolták, hogy milyen hatalmas központ, mennyi minden lesz ebben az épületben. Kicsit hittük is, meg nem is. És utána pedig 8 hónap alatt elkészült, az építkezést is láttam, az átadót, egyebeket. Ez nem csak egy médiaközpont, hanem ez gyakorlatilag a szabadkai, illetve a vajdasági magyarságnak egyfajta kulturális, gazdasági központja is. Tehát oda kell figyelni az itt zajló eseményekre, mert minden szempontból a magyarság vérkeringésében benne van ez az épület is, meg hát nyilván az ott dolgozóknak a munkája.
Ha már az ott dolgozókról van szó, milyennek látja az utánpótlást a kárpát-medencei magyar médiát illetően? Hát ez egy szintén jó kérdés abból a szempontból, hogy az látjuk, hogy a média nagyon nehéz helyzetben van, hiszen a hagyományos médiafelületek, média területek vagy fajták visszaszorulóban vannak, vagy legalábbis nagyon-nagyon erős minőségi munkát kell végezni ahhoz, hogy a nézőknek, hallgatóknak, olvasóknak a figyelmét felkeltse. Mert teljesen átterelődött online felületekre a figyelem. És hogy aki ehhez nem alkalmazkodik, az vissza nem tud fennmaradni. Ugyanakkor azokról sem feledkezhetünk el, rossz szóval azokról a fogyasztókról, akik még a hagyományos felületeket használják, vagy közvetítő csatornákat használják. Úgyhogy mind a kettőt ötvözve kell dolgozni. Ebben a munkában önöknek van nagyon nehéz helyzetük. Vannak olyan, egyébként az egész magyarságot érintő problémák, vagy Európát érintő problémák, ami egyébként a szabadkai tévé nélkül, rádió nélkül, a panna nélkül, az, hogy mi erről tudomást szerezünk, elképzelhetetlen lett volna. Gondoljuk például a 2015-ös krízishelyzetre, amikor a migránsok gyakorlatilag megindultak Európa felé, átvágtattak az egész Szerbián, Vajdaságon, Magyarországon, nyugat felé, több mint 500 000 emberről beszélhetünk. De azóta is például az ilyen kérdések, vagy a migránshelyzet nem csak ott azon a területen, ahol az ott élő magyarságnak, szerbeknek, mindenki, aki ott lakik, nehéz helyzetet jelentenek, hanem azért az önök stábjai mindig ott voltak Macedóniánál, Koszovó mellett, és hadd ne mondjam a balkáni olyan probléma helyzeteket, ami jellemzi a térséget, és első kézből kaphattunk önöktől híreket ezekről a dolgokról, úgyhogy sokszor egyébként a szabadkaiak sokkal több mindent vállalnak, mint ami egyébként egy vidéki média központnak a feladata lenne. Ezért minden elismerésem. Még egy kérdés a végére. Mit gondol, mindezt, amit az elmúlt években sikerült felépíteni, ez fenntartható lesz-e a közeljövőben is? Mindenképpen fenntartható lesz, és közös érdekünk az, hogy ez megmaradjon, ezt erősítsük, építsük, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ne leépüljünk, hanem a média központok, stúdió hálózataink megmaradjanak, a média munkatársainkat tudjuk támogatni. Bodzsony István igazgató úr ezért nagyon sokat dolgozott. Én azt gondolom, hogy amikor már nem ő lesz az ügyvezető, illetve visszavonul, más munkája lesz, akkor helyette is olyan legyen, aki ezt tudja erősíteni, mert ez szerintem közös érdekünk mindannyiunknak.